Nagyon szeretem én is a Szentléleknek az erejének a működését, különösen, hogyha a csodákban, jelekben nyilvánul meg, tehát nem csak öncélú erő mutogatásról van szó, hanem meggyógyulnak a betegek, démonok kimennek az emberekből, átkokból szabadulnak meg az emberek, tehát valóságos változást eredményez a Szentléleknek az ereje az embereknek az életében. Tehát erre az erőre rendkívül szükség van, elengedhető fontos, de nagyon fontos, hogy ne csak arra figyeljél, hogy az erő hogy nyilvánul meg hogy árad ki másokra, hanem arra is figyelned kell, hogy a benned a Szent Szellemnek az ereje hogy építi ki, ábrázolja ki a Krisztusnak a természetét, Krisztusnak a jellemét. Újra ismétlem, ennek két területe van, az erkölcsi fethetetlenség, és az erkölcsi fethetetlenséget Istennek a törvénye alapján lehet az embernek megmérni, illetve megállapítani, illetve arra törekedni. Nyilván itt a tilalomról van szó. A pozitív oldala pedig a szellemnek a gyümölcsei, ami termést jelent, természetesen a gyümölcs az mindig a terméssel áll összefüggésbe, a fa az embernek a természete, és onnét tudjuk meg, hogy a Krisztusnak a természete fejlődik bennünk, ha mutatkoznak az életünkben a szellemnek a gyümölcsei, soroljuk fel a szellem gyümölcseit, a szeretet, a békesség, az öröm, a hűség, a jóság, kedvesség vagy egyenesség, többféle fordítás van, a türelem, hosszú törés, szelídség és az önuralom. Tehát ezek a szellemnek a termései, amikor a szellemünk a Szentlélekkel közösségbe kerül, a Szent Szellem elkezd működni az életünkben, és újra mondom, ne csak arra tedd a hangsúlyt, hogy a Szent Szellem rajtad keresztül, hogyan használt ért a Szent Szellem mások számára, hogy mások áldást kapjanak, hanem arra is hangsúlyt kell tenni, hogy bennünk milyen benső, mély munkát végez a Szent Lélek. És az első legfontosabb bennünk lakozásában, most ugye emlékeztek rá, arról beszéltem, hogy a Szentlélekkel való kapcsolódásunknak három szintje van, illetve három formája van, a velünk, bennünk és rajtunk. Most a bennünkről beszélek, hogy a bennünk levő kenetnek, Szentléleknek az egyik legfontosabb tevékenysége a krisztusi jellemnek, a krisztusi természetnek a kiformálása, kiábrázolása, ami újra ismétlem erkölcsi fethetetlenségnek és a szellemi gyümölcsnek az egysége, összessége abban manifesztálódik, nyilvánul meg, tehát nem csak az erkölcs fontos, hanem a szellemnek a gyümölcse is fontos, mert látjuk, ismerünk erkölcsös embereken, de kemény emberek, és a szellem gyümölcseit nem lehet tapasztalni a magatartásukban. Tehát ezért nagyon fontos az új szövetségben látni az erkölcsi fethetetlenségnek és a szellem gyümölcsének az egységét. A szellem gyümölcs, ugye ahogy a természet is mutatja, az termése a fának, és abból lehet megismerni a fának a minőségét, tehát a szellemnek a gyümölcsei árulják el és azt, hogy benned Krisztus lakozik. És erre vonatkozik, amit Pál apostol is mondott, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amikor ő ezt mondta, akkor ezt a képet látta, hogy az Isten igéje és a Szent Szellem kimunkálta benne, hogy az erkölcsi fethetetlenséget, illetve a szellemnek a gyümölcseit, a Szentlélek és Istennek az igéje egységes működésének eredményeképpen kimunkálta benne. És amikor ezt valljuk meg, vagy ezt vallod meg, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor nyilván az újjászületés abban már benne van az ó természetnek a megfeszít, illetve eltemetése,
de továbbra is van dolgunk az ótermészettel, levetkőzése, fölöltözése az új természetnek, és utána kezdődik el Isten igéjének és a Szentléleknek ez a munkája, ami tehát, újra mondom, erkölcsi fethetetlenségben és a szellemnek a gyümölcseiben nyilvánul meg, és ezt egységként lássátok, mert igazából az erkölcsi, fethetetlenségek is spirituálisak lesznek a újjászületett keresztények életében, mert a Szentléleknek a munkája az is.